kis- és középvállalkozások meghatározóak Európában. A KKV-k adják az unióban működő vállalkozások 99%-át, a versenyszférában dolgozók kétharmadát foglalkoztatják, és 56%-ban járulnak hozzá az európai vállalkozások által megtermelt értékhez. Ez azt jelenti, hogy a KKV-szektor pozitív hatást tud gyakorolni a reálgazdaság és a közösségek jövőjére, és ennek érdekében a hosszú távon fenntartható fejlődésre. A fenntarthatóság mindannyiunk lehetősége. Hogyan növelheti a KKV-szektor sikerességét is? A fenntartható üzleti modellek alkalmazása segít a szektor szereplőinek egy válsághelyzetből való gyorsabb kilábalásban. A témában végzett folyamatos kutatások igazolják az összefüggést a KKV-k fenntartható működése és gazdasági teljesítményük között. 2021-ben, a Generali 190 éves jubileumi évében élethosszig tartó partnerként a fenntarthatóság kultúráját kívánjuk erősíteni az európai KKV-szektorban. A KKV fenntarthatósági program célja, hogy segítsük a legjobb fenntartható gyakorlatok megvalósítását az alábbi három kategóriában. A munkavállalók és családtagjaik jólétének erősítése. Részvétel olyan környezetvédelmi célok megvalósításában, mint üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, vagy a körkörös gazdaság erősítése. Kezdeményezések, melyek pozitív hatással vannak a közösségekre és a településekre. További információk a program dedikált oldalán találhatók, generalielőrelátók.hu. Szeretettel köszöntök mindenkit a Generali 5 részes webináriumának utolsó beszélgetésén, Bombera Kriszta vagyok. Nagyon szerettem ezt a sorozatot, amelyet önöknek kis- és középvállalkozások vezetőinek, munkatársainak, azzal a céllal találtunk, kiszerkesztettünk össze, hogy vezetőktől, szakértőktől olyan inspirációkat, olyan ötleteket nyerjenek, amely gondolatok az ő fejükben ugyanúgy mozognak, őket ugyanúgy foglalkoztatják, ugyanúgy kihívásoknak tartják a saját életükben, saját munkájukban, mint ahogyan úgy véljük, úgy gondoljuk, hogy önök is a digitális kihívásoktól a tűzvészig, a pénzügyi tervezéstől a fenntarthatóságig. No, de nem siratom a webinár sorozatot, hiszen az utolsóban még csak most vágunk bele olyan vendégekkel, akiket rendkívül sokra tartok, és nagyon vártam velük a beszélgetést. Amiatt tartom őket nagyon sokra, ahogyan működnek, és amilyen céget vezetnek. A mai vendégek cégeinek a működése különösképpen fontos és inspirációul szolgálhat a Generali fenntarthatósági pályázatában való részvételre is, aki úgy érzi, hogy élen jár a vállalkozása azokban a témákban, témakörökben, amelyeket ma fogunk érinteni, az ne habozzon, keresse meg a Generali weboldalán a pályázatot, pályázzon, jelentkezzen, ha van egy álma, egy ötlete, amelyben ez a pályázat tud segíteni. A pályázati időszak április 22-e és május 12-e között van, az eredményhirdetés pedig május 31-én. Mit jelent az, hogy fenntarthatóság? Ehhez lesz a pályázatnak köze. Mi az, hogy fenntartható üzlet? Mi az, hogy fenntartható ökoszisztéma? Milyen egy fenntartható társadalom? Ezeket és még sok minden mást is fogunk érinteni a mai vendégeimmel. ABC sorrendben mutatom be őket, mint mindig. Gazsi Zoltánt szeretettel köszöntöm, az Eisberg Magyarország ügyvezetőjét. Kalmár Annát, az Adni Jóga nevű társadalmi vállalkozás alapítóját, és Kudron Annát, a Pink Ponyló egyik alapítóját, a Pink Ponyló egyszerre egy közösségi varroda és egy kreatív tér, és hasonlóan az Adni Jógához egy üzlet és egy projekt, egy vállalkozás és egy szemlélet. Erről sokat fogunk beszélni. Hadd kezdjem a legegyszerűbbel és a legfontosabbal, ami azonnal el fogja helyezni a munkátokat és a szemléleteteket a nézők számára, és ami szerintem nagyon hamar fel fog bennük merülni ennek a beszélgetésnek a során. A munkátoknak, vállalkozásotoknak, stratégiátoknak mekkora része és milyen a for profit része, és mennyi és milyen a non profit része? Menjünk esetleg így, hiszen hadd kezdjem veled, Anna, mert a társadalmi vállalkozás szót úgyis meg kell magyaráznod, és azt szerintem részben válaszolni is fogsz az eredeti kérdésemre.
Igen, biztos vagyok benne. Mi büszkén társadalmi vállalkozásnak valljuk magunkat az Adni Jogával, ami azt jelenti, hogy pont a non-profit és a for-profitnek a határán táncolunk valahol. Azt szoktuk mondani, hogy mi egy társadalmi célért létezünk, tehát az első a misszió, ami az, hogy minél több hátrányból induló embernek tudjuk a jogát, a meditációt, a kikapcsolódást eljuttatni fenntartható módon, és azért, hogy ezt lehetővé tudjuk tenni, vállalkozási tevékenységet folytatunk, partnerekkel lépünk kapcsolatra, és irodai jogát, irodai egészségprogramokat is szervezünk és oktatunk, és így lesz valahogy a for-profitból és a non-profitból az Adni Joga egy teljes, egész társadalmi vállalkozás. Tehát ti vagytok azok, akik gombhoz varjátok a kabátot. Nem profitot termeltek és visszaadtok belőle valamennyit a társadalomnak, hanem azért termeltek profitot, hogy a lényeget, a közösségi adást tudjátok megvalósítani. Igen, gyakorlatilag azért nem is termelünk profitot, de azért a fenntarthatóságra törekszünk az üzlet által, hogy egy tervezhető, stratégiailag kitalált társadalmi segítségnyújtást tudjunk csinálni, és így egy picit talán könnyebbé tenni azoknak az embereknek az életét, akikkel kapcsolatba kerülünk a jótékonysági tevékenységünk során. Csak a változatosság kedvéért hadd ne a másik Annával folytassa, nem a Zolival, akinek a cége a legérettebb for-profit vállalkozás itt hármatok közül. Hát igen, mi ebből indulunk, hogy mi profitot szeretnénk elérni, hiszen a tulajdonosnak ez elvárása. De az nagyon fontos, hogy mi attól vagyunk szerintem különlegesek, hogy nagyon nagy szabadságot kapunk abban, hogy ezzel a profittal mit kezdünk, és milyen vállalkozásokat, vagy milyen teret teremtünk a dolgozóknak, hiszen egy közösség 250 fő életére vagyunk hatással, illetve a beszállítói körön keresztül sokkal több, tehát a termelő, különböző karton, bármilyen cég, aki velünk kapcsolatban van, ezt a hozzáállást igyekszünk átadni, tehát nem tartjuk meg magunknak ezeket az értékeket, amit mi vallunk. És én azt gondolom, hogy nagyon sok összefonódás van azzal, hogy a profit közben is lehet rengeteg jó dolgot csinálni. Tehát én tényleg engem önmagában a saláta előállítás nem érdekel, engem ez a saláta előállítás egy lehetőség arra, hogy egy csomó fantasztikus ügyet végezzünk. És hát azért elég ezt... jó saláta előállítók is vagytok. Igen, de én azt nem szégyellem, hogy pénzt csinálunk, hiszen azt látom azért, hogy a tulajdonos eldönthet, hogy mibe teszi a pénzét, ezt a részvényt vesz rajta, vagy éppen mivel foglalkozik, és azt gondolom, hogy nagyon jó arányokat tudunk megtalálni azzal, hogy igen, hagyják itt a pénzt, működtessék ezt az üzemet, vagy hagyják, hogy mi működtessük az üzemet, de közben sokkal több mindent teszünk, mint egy átlagos üzem. Ha bárkiben most felmerülne a nézők közül, hogy miért egy leányvállalat, egy anyavállalat részének a képviselője van itt, akkor pont ezért, mert majdhogy nem teljes szuverenitással működtök. Hát én igen, nagyon sok vezetői klubnak vagyok tagja, és akkor látom a kollégákat, akik hasonló pozícióban vannak, és hát én azt mindig megállapítom, hogy de jó helyen vagyok. Tehát én nagyon sok mindent nem tudnék csinálni, nem érdekelne önmagában egy üzemet vezetni, terméket előállítani és értékesíteni, és ezen profitot csinálni, és nagyon sokan ezzel megelégszenek, vagy megelégednek. Engem meg pont az érdekel, hogy szerethető legyen a termék, tehát hogy tudja kapcsolódni érzelmileg hozzá, és ezt a szerethetőséget igyekszem átadni, és közben én azt gondolom, hogy jó ügyet is viszünk, mert ha megnézzük, hogy mondjuk az elhízás a világon a harmadik legnagyobb probléma, és most már lassan a második is, tehát azt gondolom, hogy ezen az úton, az a termékkel, amit mi képviselünk, az nagyon sokat hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy egy fenntartatóbb, jobb világ legyen. És ez csak a termék missziója, a vállalatnak nagyon sok van, de erről még fogunk később beszélgetni. Anna? Itt sokban tudnék kapcsolódni már is. Az egyik, ami eszembe jutott rögtön, hogy mi azért ennyire nem vagyunk körvonalazható, gyakorlatilag egyéni vállalkozó, független alkotók projekt alapon dolgoznak nálunk együtt, de a profit termelés, illetve hogy vannak árak, vannak célok, illetve vannak nekünk is igényeink, az egyébként egészen nehezen integrálható szerintem a hétköznapokban, és mint fiatal vállalkozó nő is beszélek erről. Szerintem ez egy tulajdonképpen őszintén beszélhetünk róla, és így fontos is erről beszélni, hogy azért dolgozunk, hogy egyrészt magunkat jól fenntartsuk, és tudjuk mondjuk könyveket vásárolni, vagy sarátát, vagy elmenni jogázni. Gyarapodni, így van. És hogy legyen arra lehetőségünk, hogy eldöntsük, hogy mi van akkor, amikor dolgozunk, és azt mennyiért tesszük. Mi van akkor, amikor kvázi önmagunkat sanyargatva ingyen szeretnénk dolgozni egy bizonyos helyzetben, mert véletlenül úgy alakult, vagy túlvállaltuk magunkat, és nem olyan jó döntést hoztunk, vagy mi van az, amikor
akkor jótékonysági céllal, vagy valamilyen plusz non-profit tevékenységet folytatva szeretnénk dolgozni. Nem annyira egyértelmű, hogy egy vállalkozó miért teszi ezt. Tehát nagyon sok esetben esetleg lehet, hogy a magyarázatra szorulna, de nekünk tulajdonképpen talán legegyszerűbben úgy mondanám, hogy a brandünk, illetve a kommunikációnk része. Tehát annyira magunktól jön, talán az a háttér, amit hozunk az alapítótársammal és a tervezőtársunkkal, ez a szociális, filmes, illetve színházi szféra irányultsága, hogy egyszerűen a része, nem is tudnánk kivenni. És ahogy említetted, hogy akikkel együtt dolgozunk, és ahogy együtt dolgozunk, az érdekel minket. Önmagában, hogy szép ruhákat készítsünk, mert mi ugye divattal és textiliparral foglalkozunk, és akkor az elején nagybátran mondtuk, hogy mi a fenntarthatósággal fogunk foglalkozni, és közösségi varoda vagyunk, bármit is jelentsen ez. De azt hiszem, hogy abban már benne volt talán ez az ellentmondás, hogy varoda, és nem akartunk egy ilyen üzemszerű képpel megjelenni az emberek fejében, hogy talán ezt fogja könnyíteni a közösségi kifejezés, akkor ez nagyon népszerű volt, és azóta már egy picit ez átalakult, de tulajdonképpen akkor is éreztük, hogy egyrészt nem is annyira értünk hozzá, hogy hogyan kell divatot teremteni, de ha már divatról és ruhákról beszélünk, akkor sokkal komplexebben fognánk meg, és ennek az etikai és a környezetvédelmi vonatkozásai is ugyanúgy érdekelnek minket. Tehát nekem az esztétika része. És nem tudok egy flitteres ruhára úgy gondolni, hogy külön válasszam, hogy ez most tetszik-e, vagy ebben van-e valamilyen 5% etikai faktor. Az én fejemben ez összemosódik. Ezzel az utolsó gondolatoddal átvezettél egy kicsit a for-profit és a non-profit összehangolásáról, a köztük lévő különbségekről, a fenntarthatóságra, mint szóra, mint kifejezésre. Muszáj ezt is megalapoznunk, hogy mélyebbre tudjunk ásni. Ha ezt mondom, hogy fenntarthatóság, akkor mi az, ami nektek azonnal személyesen és munkában eszetekbe jut? Vagy hogy pontosabban kérdezzem, mi az, amit te prioritási listában legfelül megneveznél, ami a te eszköztáradban működik, és mi az, amiről tudod, hogy nem. Fontos, de másé. Hát számomra először is az, hogy mit jelent a fenntarthatóság, mert szerintem ez egy nagyon komplex kifejezés meg jelenség. Szerintem ez egyfajta tudatosság, egyfajta környezeti és társadalmi tudatosság, és az én életemben, meg az én munkámban ennek a társadalmi része az, ami ki tud igazán bontakozni, tehát az, hogy a fenntarthatóságnak része az is, hogy egészséges társadalmakat hozzunk együtt létre, tartsunk együtt fent, és hogy egy kicsit egy önfenntartóbb és egymást támogatóbb közösségekre alapuló világot csináljunk, és ebbe egyébként, amiről már beszéltünk, az szerintem nagyon érdekesen becsatlakozik, hogy ennek az egésznek van a környezetén túl egy társadalmi vonatkozása is, és szerintem ez a nagyon izgalmas, hogy a döntéseink során ezt mérlegelni tudjuk. Olyan fontos, amit most mondtál, mert a fenntarthatóságról még mindig sokaknak nagyon fontos dolog, de az jut eszébe talán elsősorban, hogy szelektív hulladékgyűjtés, ökolábnyom, nagyon fontosak, de nem az az aspektus, hogy empátia, a vélemények sokszínűsége, az egymás iránti tisztelet, egy társadalmi szolidaritás. Ezek csupa olyan kifejezések, amelyek a fenntarthatóságnak szintén alapjai egy fenntartható társadalomnál. És nagyjából ez az, amit most körvonalasztál. Zoli, nálad sokrétű, hiszen a salátával már érintetted például az egészség tudatosságot. Hát igen, azt gondolom, nekem tényleg a legfontosabb szempont, hogy megnézzük a világ problémáját, akkor a elhízás, és Magyarország, nem tudom, azt tudtátok, hogy a világ harmadik legelhízottabb nemzete, és például Angliában is hatalmas gondok vannak. Tehát az egészségügy nem bírja el ezt a problémát, ami a cukorbetegsége jár együtt, tehát hogy itthon is van másfél millió egyes, kettes típusú cukorbeteg, egy nagyobb problémát kezd okozni, és igazából még mindig nem ismerte fel szerintem a világ sem, mert azért egy hatalmas üzlet van emögött, tehát a cukor termesztés mondjuk Amerikában, izocukorgyártás, és a cukor szerepe az például azt gondolom mindenképpen nagyon kiemelkedő ebben az egészben. Én szerintem van sok cég, aki nem fenntartható terméket, vagy számomra nem fenntartható termékkel foglalkozik, de nagyon sok fenntarthatósági akciót szervez mellé. Erről mit gondolsz? Én azt gondolom, hogy ez átverés, ez egy zsonglőrködés, ez nekem nem oké, és én lehet, hogy nem voltam ilyen tudatos mondjuk nem tudom 20 évvel ezelőtt, most teljesen biztosan tudom azt neked mondani, hogy nagyon nehéz lenne, ha most én abba hagynám mondjuk ezt a saláta iceberg-es tevékenységet, akkor mit csinálnék? Mert nagyon kevés olyan terméket találok, ami mögé tudok állni, és
És ez attól nehéz, hogyha nagyon belemész bármelyik témába, legyen az milyen egészséges az avokádó, de mi van a gyerekmunkával, mi van a paradicsommal, az olaszországi 50 ezer ilyen kényszermunkással, akik ott ragadtak, ők szedik a paradicsomot, tehát megnézed a filmet, a Spiracy című filmet, akkor nem eszel többet halat, megnézed, és akkor végén mit eszel? És akkor én azt gondolom, nagyon fontos, hogy mindenkit meg kell hallgatni, és a saját területünkön, amiben igazából van időnk, meg van terünk elmélyedni, azokból kell megtalálni azokat a pontokat. És tudom én is, hogy a mi tevékenységünkben mi a nem fenntartható. Tehát, hogy őszintén bevállalom azt, hogy a műanyag csomagolás az nem jó. De valamiért megnyugtatom magam azzal, hogy az, hogy eladunk 8000 tonna salátát, és ezt valaki megeszi, és ezt felhasználja, mégis sokkal többet hozok a társadalomnak, mint amit a fóliával okozok, és közben egyfolytában azon jár az agyam, hogy hogy tudom megoldani azokat a nem fenntartható részeket, amiket ami a mi üzletágunknak a specialitása, viszont és Zoli, nincs rá jó megoldás. Ezzel azt is mondtad, hogy kompromisszumra szükség van. Tehát te is kötöttél most még a saláta kapcsán is egy olyan kompromisszumot, ami akár más termékek, más iparágak kapcsán is. Éppen abszolút. A mostani helyzetben a tudomány mai állásának szintjén mondok egy legnagyobb kompromisszum, hogy miért kell Spanyolországból salátát behozni télen, mert Magyarországon nem tudom megtermelni. Elkezdtünk foglalkozni most ilyen vertikális farmokkal, egyébként a Tungsrammal együtt például, tehát dolgozom azon, hogy hogy lehetne lecsökkenteni a szállítási távolságokat, és kihagyni egy hatalmas széndioxid, ugye meg gázolaj, vagy mikor jönnek Magyarországra mondjuk az elektromos autók, de akkor meg a kérdés, honnan jön majd az ára, milyen erőműből, tehát ha bármilyen témába elkezdünk mélyen belemenni, akkor rájövünk arra, hogy muszáj rengeteg kompromisszumot kötni, de szerintem azok a vezetők jók, akik ezt látják, és igyekeznek a kompromisszumokat folyamatosan kiszedni a rendszerből, és keresni az utat, hogy oké, hogy lehet közelebbről hozni, hogy lehet több helyi alapanyagot használni, kevesebb vízzel, kevesebb csomagolóanyaggal, de a végső termék az jó. Tehát ezt, amit kiemelnék, hogy van egy fenntartható alaptermék, ami jó, és én nekem ez nagyon fontos, hogy tudjak ezzel azonosulni tényleg. Kíváncsi vagyok, hogyan kapcsolódsz ehhez, amit Zoli mondott, hogy nem tudom, mivel foglalkoznék mással, hanem salátával. Nekem az egyik legmegrázóbb élményem az volt, te említetted Zoli, hogy ha az ember megnéz egy érzékenyítő dokumentumfilmet bármilyen iparágról, akkor utána hogy áll ahhoz a termékhez, amikor megnéztem például az értéklánccal kapcsolatban a divatról, a divatiparról a fejlődő országokban, a munkakörülményekről egy filmet. Fél évig nem voltam képes semmit vásárolni. Elképesztő bonyolult ez a kérdés, mert hogyha elkezdi az ember, ahogy mondtad, beleásni magát, akkor először azt érzi, hogy bűnös, rossz, lehet, hogy nem mindenki, de sok esetben mit tegye, kihez fordulja, ki fogja nekem megmondani az igazi választ, a 42-t. Nem igazán van 42 a divatiparban sem sajnos, és ez a legőszintébb, amit tudunk mondani. Nálunk sincsenek 100%-ok, és nálunk sincsenek véglegesen jó megoldások. Az igazán jó megoldás a divatipar problémáira, hogyha mesztelenül járunk ezentúl, esetleg a meglévő ruháinkat, természetesen mosás nélkül, hogy a mikroműanyagok ne menjenek bele a vízbe, használjuk éveken keresztül, és esténként ugye a barlang előtt kiteszem szellőztetni. Isteni kilátások! Szuper dolog, nem hiszem, hogy valaki feleségül fog venni ezt követően majd, és hát nem is túl iparbarát, tehát akkor nincsen ugye divatipar tulajdonképpen. De az előző év is erre rámutatott, hogyha a problémára úgy reagálunk, mert most ugye az adott helyzet miatt így reagált az iparág, hogy hirtelen nagy leállás, nagy lecsapás történik, mert a divatiparban megtörténhetne. Van elég termék, van elég cucc, nem kellene, megállhatna, lenne elég, lehet, hogy azt mondanánk, hogy a következő 50 évre is bőven elég jó minőségű termék lenne. De akkor mi van a farmerekkel? Mi van a láncolatnak a többi tagjával? Ami szerintem izgalmas ebben az egész folyamatban, hogy már erről kicsit többet tudunk. Nem csak a tervezőben gondolkozunk és a szép ruhában, mint végtermék, hanem hogy az rám milyen hatással van, illetve hogy ki van mögötte. Nálunk én a fenntarthatóságot, és mindig nagyon félek ettől a kérdéstől, amikor jön, mert akkor valami nagyon okosat szeretne mondani az ember, leginkább a folyamat szóval tudom kifejezni jobban. A folyamatban azt is benne értem, hogyha most például nem eszünk salátákat, és télen azt az egy spanyol salátát nem veszem meg, akkor lehet, hogy ez a cég sem fog működni, és az innováció, az a fejlesztés nem fog tudni megtörténni. Tehát tulajdonképpen én, ha azt mondom, hogy veszek egy műanyag csomagolású salátát, tudok az én pénzemet dönteni, mert abban az irányba tudom tenni, hogy ott esetleg van valami innovatív folyamat, megbízok abban a cégben, hogy az oltánék megfelelően fognak a salátával foglalkozni.
Én, hogyha életben akarok maradni, illetve a cégünkkel életben akarunk maradni, akkor nem kezdünk el jogával és sajátával is foglalkozni, mert sehova sem jutunk. Megpróbáljuk legalább ezt a kis területet jobban körüljárni, és itt a legjobb megoldásokat, embereket megtalálni, és hogyha valamilyen irányban tudunk dönteni, mint például nálunk a természetes anyagok ilyen, vagy az innovatív festés, akkor megpróbálunk olyan partnereket keresni, akik abban még nálunk is mélyebben bele tudnak menni, és akkor, ha mi velük dolgozunk együtt, akkor egy picit kiterjeszthetem ezt a rövid életet és tudást, amire van lehetőség. Ezzel kapcsolatban, amit most mondtál, hogy nem kezdesz el jógával vagy csalátával foglalkozni, Annától hoztam egy konkrét idézetet, amit kimásoltam egy interjújából, nagyon-nagyon fontos, majd szeretném szóba hozni, de egy pillanatra még hadd piszkáljam a te bizniszmodelledet. Itt ül velünk két olyan vállalkozó, aki egyáltalán nem szégyelli, természetes stratégiája, hogy profitot termel. Különböző mértékben, különböző szinten, különböző szereplőknek, különböző céllal, de mi van veled? Hát igen, mi azt gondoljuk az Adni Jogánál, hogy mi egy másféle értéket próbálunk termelni. És hogyan gyarapodtok? Miből tartod el a kollégákat? Vagy az nyilvánvalóan a működési költség benne van természetesen? Persze, tehát az önfenntartásra törekszünk. Mi egyébként egy alapítvány vagyunk, tehát nem is termelhetünk definíció alapján profitot. Viszont az, hogy bevételekből tudjuk fenntartani azt, amit csinálunk, és ezáltal tervezhetően tudjuk fenntartani azt, amit csinálunk, az iszonyatosan fontos számunk. Tehát a pénzügyi tervezés fenntarthatósága, a gázsi, ami jár a kollégáknak, amiből az infrastruktúrát fizetni kell, az be van tervezve, tehát tudtok gyarapodni, tudtok vásárolni salátát és ruhát, de extra profit, jaj, a szó az olyan iszonyú, és véletlenül kicsúszott a számon, igen, kinek mi az extra, az nincs nálatok. Hát ez a gazdasági értéknek a visszaforgatása van nálunk, visszatesszük a jótékonysági tevékenységünkbe. Ezt értem, amit most mondtál. Ehhez tudsz kapcsolódni? Abszolút, egyébként mi nem vagyunk ennyire kiforrott cég, tehát hogy tényleg ez a kicsit lazább, mindig gondolkozunk is, hogy merre fejlődjünk. Van, aki a befektetések kihasználása mellett teszi le a voksát, mert ugye ez most jellemző a divatiparban, próbálják fejleszteni, vagy egyetlen életben tartani a fiatal vállalkozókat, a cégeket itthon. Én abban kevésbé hiszek, és én az alulról jövő, kicsit bonyolultabb, nehezebb, dolgosabb irányban szeretek működni, de tulajdonképpen, hogyha van, azt látom, hogy a következő hónapban marad egy kis pénzünk, és nehogy Isten jobban állunk, akkor én már azonnal a következő ipari gépet, vagy a még jobb valamilyen fejlesztését. Tehát én nem is tudom elképzelni ezt a pillanatot, hogy ne tudjam visszaforgatni a működésünkbe azt a kis pénzt. Cashflow-nak hívnám. Én a cashflow pozitivitás visszatérését várom nagyon. Most az elmúlt évben, de majd biztos lesz megint. Hát ami eszembe jut róla, hogy azt látni kell, hogy én attól nem vagyok boldogabb, hogy több pénzt csinálok. Ezt tök őszintén mondom neked. Tehát én tudom, hogy te ezt őszintén tényleg, mondod, mert ismerlek. De tényleg, szerintem senki nem boldog attól, hogy több pénzt csinál, hanem a mindennapok hogy telnek el, a kollégák fejlődését hogy látod, hogy látod, amikor rendezvényeken eszik a termékeinket, és boldogok, és leveleket írnak nekünk. Szerintem ez tök normális, ez hozza az embereknek a boldogságot. Tehát attól önmagában nem hiszem, hogy bármelyik cégvezetője tényleg igazából boldog lesz. Tehát lehet, hogy úgy gondolja, mert nem foglalkozik eleget saját testével, saját lelkével, de nem hiszem, hogy ez ténylegesen boldogságot okoz. És nekem konkrétan az volt, hogy a cég, én 12 év vagyok itt, és 4 éve a Bell csoport tagja vagyunk, de előtte egy magántulajdonos cégnek volt, a kettő tulajdonosa volt a cégnek. És a cég tulajdonosnak, én egyszer ezt mondtam egy vacsorán, hogy figyelj, Isi, én attól nem vagyok boldogabb, hogy te vastagabb szivart fogsz venni, hogyha nagyobb profitot csinálunk jövőre. Tehát én azt szeretném megtalálni. Ez szó szerint így mondtam. Komolyan, így ott ültük egymást. Itt a viszkit, szívta a szivart, és mondtam, hogy én attól nem vagyok boldog, hogy te vastagabb szivart eszel. Viszont azt nagyon értékelem, hogy azokat a dolgokat soha nem szólsz bele abba, hogy mire mit költünk el. És én nem tudom pontosan a te elvárásod milyen, mert mondható, hogy ez a büdzsé elvárás, vagy ez a tervelvárás. Ezt senki nem tudja, hogy mit lehet ebből a piacból kihozni, én se. És szerintem tényleg, tehát főleg egy ilyen Covid hatására, ki tudja ezt megmondani a saját üzletágában, milyen lehetőségek vannak. Vannak elképzelésed, és vagy bejön, vagy nem. De azt lehet tudni, mi az a minimál szint, amivel azt mondja, hogy azért alapvetően el van. És én ezt a minimál szintet kerestem, és az összes többit költsük el kórházakra, gyerekekre, gyerek CD-re, meg sok egyébre.
És azt mondta, de tényleg azt mondta, hogy neki ez rendben van. Nem beszéltük meg, hogy mennyi az a százalék, de az élet során, ahogy teltek az évek, kialakult az, hogy mi volt az a szint, amikor már ideges volt, hogy azért neki ez nem éri meg így, és ezt a szintet keresgettem. És amikor tudtam, hogy... Elmentél a falig. Akkor tudod, hogy túlmentél határon, amikor túlmentél. Egyébként nem tudtad volna meg. De ez nagyon kompromisszum, és itt hagyta a pénzt, be tudtunk fejleszteni, tehát összességében szerintem ez jó dílt kötöttünk, és én mondtam is neki, hogy nagyon büszke arra, amit én csinálok, de én így vagyok egy csomag. Tehát én értem, hogy szeretnék kiszemezgetni az én ügyességemet így, de azt meg ne csináljam, de ez nem működik. Tehát vagy egybe, vagy semmi. Ez szó és szerint így elfogadta, tényleg. Van ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos kérdésem, de még egy picit az Annára azért térnék vissza, mert szerintem a nézőkben a legtöbb kérdés a te modelleddel kapcsolatban merül föl továbbra is. Mert ugye az Zoli for Profit tevékenysége mellett a non-profitról, ami egy elképesztő lista, tehát egy sok oldalas lista, és arra majd kitérünk, hogy miért olyan, miért azok, miért annyi. Amit az előbb elmeséltél arról, hogy működtök varrodaként, mi a gondolat mögötte, az is szerintem elég világos. De mit csinálsz a jogával, honnan kapod a pénzt, és hova költöd arra, aki nem tud rá költeni? Na, hát igen, hogyha konkrétan a modellről beszélünk, akkor ugye mi azt mondjuk, hogy van egy csapat 16 jogaoktató, akik profik abban, amit csinálnak, társadalmilag tudatosak, fenntarthatósági szempontból is tudatosak, és szeretnének valamit tenni az ő tudásukkal a környezetükért. És akkor erre a mi megoldásunk az, hogy igen, tök jó profi jogaszolgáltatást tudunk cégeknek ajánlani, végigvinni, leoktatni, de ugyanakkor ugye mindenkinek van még a hetében mondjuk extra egy olyan óra, amikor azt, amit ő tud, amiben ő tényleg tapasztalt, képzett, azt meg tudja próbálni átfordítani egy olyan tevékenységbe, ami a társadalomnak is jó lesz. És erre nekünk az volt a válaszunk, hogy hát akkor menjünk el gyermekotthonokba, menjünk el családok átmeneti otthonába, menjünk el olyan szervezetekhez, akik menekültekkel foglalkoznak, vagy bántalmazott múltú emberekkel, és ezt a jogát, ami egy bizonyítottan mentális és fizikai egészségre ösztönző eszköz, vigyük el nekik is. És egy kvázi ilyen van-for-van modellt tudunk ezzel teremteni, hogy tényleg, amikor egy cégnél meg tudunk tartani egy jogaórát, azért cserébe meg tudunk tartani aztán egy jótékonysági órát is. Az egyikért elkéritek vastagon a pénzt, ki tudják fizetni, a másikért pedig nem kértek. Igen, pontosan, azokat ingyen oktatjuk, és itt tudok egyébként kapcsolódni azokhoz a dolgokhoz, amiket ti is mondtatok, mert hogy itt kvázi egy ilyen felállásban mi egymás fenntarthatóságának leszünk a kulcsai. Tehát, hogy amit te is mondtál, hogy egy alapítvány azért tud működni, mert vannak olyan szemléletű for-profit cégek, akik azt mondják, hogy mi beleállunk abba, hogy ez fontos, és hogy mi visszaforgatjuk a profitot abba, amit ti csináltok. Ha ti nem lennétek, ők se lennének. Mi se lennénk, hogyha nem lennének a céges partnereink. És ez szerintem, ami valahol a társadalmi fenntartható a kulcsa, hogy ilyen közösségekre és ilyen társadalmi formákra törekedjünk. És olyan fontos, amit most mondtál, mert win-win minden szinten. Mert jó a cégnek, aki kap egy olyan szolgáltatást, amit magas szinten elvégeznek neki, piaci alapon. Jó annak a szervezetnek, amely ezért megkapja azt a pénzt, amely jár neki, mert az anyagi ellenszolgáltatása tisztelete a munkájának. És jó annak, akinek cserébe odaadod ugyanazt a színvonalú és minőségi munkát. Nem pénzért, hiszen sosem engedhetné meg magának. Bezárul a kör, nincs benne vesztes, nincs benne adó, kapó, horizontálisak a viszonyok. Ezzel egyetértetek? Abszolút. Én annyiban csatlakoznék még hozzá, hogy bennünk volt egy ponton egy ilyen dilemma, mert azért a ruhák meg a divat kapcsán nagyon sokszor felmerül az emberben, hogy azért mégiscsak ez valamilyen szinten egy luxus helyzet. Nem az ételről, nem a konkrét alapvető fizikai jólétről van szó, tehát akkor tudnak az emberek erről gondolkodni, amikor már ittak, ettek és jól vannak. És akkor azt mi is mindig azt érezzük, nincsen egy ennyire konkrétan kidolgozott program, tehát nem ez a működésünk alapja, mint nektek, de mindig azt érezzük, hogy ha működünk, akkor kell, és pénzt kérünk a tevékenységünkért, ott mindig van egy csomó tudás, ami felhamozódik, azt csatornázzuk be olyan projektekbe és olyan alapítványi együttműködésebe, helyzetekbe, amikor nem kérünk érte pénzt. Egyszerűen ez annyira alapvető igény, és jön magától, és ezekben a helyzetekben annyira sokat tanulunk abban az új másfajta szituációban, amit aztán mindenképpen vissza tudunk forgatni majd a for-profit tevékenység valahova. Egyszerűen nem működik nélküle.
És azt magától mindenki, tehát, hogy akármikor ezt ugye sosem úgymond ilyen direktbe kérhetjük a többiektől, hogy jó, akkor mennyi időt szeretnél elszállni, mindenki igent mond ezekre a helyzetekre. Legyen ez egy oktatási helyzet, legyen egy bármilyen szituáció, magától jön. Rácsatlakozhatok én is erre? Kérlek. Nem mondtad, hogy luxus a ruha, és azon gondolkoztam közben, hogy a színház az luxus? A zenehallgatás az luxus? Tehát, hogyha a művészetek, amit hozzáadnak a te életedhez, és attól más döntéseket hozol, érzékenyebb leszel, empatikusabb leszel, stb. Társadalmi igazságisági szempontból luxus, szerintem úgy értette az Anna, hogy vannak, akik megértetik meg magukat. Főleg a mi tevékenységünkre, ami azért alapvetően drágább, sőt, ugye megpróbáljuk a lenyomott árakat, piaci lehetetlen árakat ugye följebb vinni, és ezt kommunikálni, és hogy mi miért kérünk többet, hogy miért kell annyiban az a pamut, az a szolgáltatás, bármi, és azért alapvetően igen, azért nagyon. Tehát valójában őszintén van, akinek az a havi bérének mondjuk az egynegyede az, amit nálunk valaki egy délután alatt elkap. Azért ez egy speciális helyzet. Igen. És arra gondoltam, hogy az, hogy milyen ruhában vagyok, és attól hogy érzed magad, az hasonló, hogy elmentem egy színházi darabot megnézni, és attól átalakul az én gondolkodásom, egy picit másképp nézek a kollégáimra, és más típusú döntéseket hozom mondjuk egy megbeszélésen. Én hiszek abban, hogy ez az, hogy milyen cipő van rajtad, milyen ruha van rajtad, és rajtam semmi luxus nincs, de azt gondolom, az is az személyiséged része. Abszolút. Hogy öltözöl fel, és mit mutatsz a kollégák felé, vagy nem tudom, a külvilág felé. Hát, mint ahogyan a mozgás, a mentális egészség, a fizikai egészség, a jóga, se legyen luxus. Hát én is elkezdtem egy autogén tréninget, ami nagyon sok hasonlóság van a jogával, és egy cégcsoportvezetővel beszéltem, és mondta, hogy abszolút hisz ebbe. Az a gond, ha ezt ő elmondja a főnökének, hogy a menedzsmentnek kellene ilyen tanfolyamot szervezni, akkor rá fog nézni, hogy elvesztette a valóságot ez az ember, és tehát, hogy valami nem stimmel. És azt megérezni, hogy egy ilyen dolgot, hogy mikor és hogy tudsz bevinni egy cég életébe, hogy ne úgy nézzenek rád, mint egy ufóra, hanem ez tényleg, én abszolút hiszek ebbe, hogy ez a legtöbb cégvezetésnek erre van szüksége, hogy valamilyen napi relaxációt beépítsen a stresszes életébe, nem teszi meg, és minden baja van. Hát hiszen Magyarországon a mentális egészséggel foglalkozni még mindig inkább egy beismert kudarc, ahelyett, hogy egy fejlődési lehetőség, ahogyan ránézzünk. Erről neked biztos sokkal több tapasztalatod van. Abszolút, igen. Tehát, hogy egyáltalán nincs hasonló szinten a mentális egészségünknek a megítélése, mint a fizikai, pedig ezek olyan dolgok, amik nem, hogy ugyanolyan fontosak, hanem szerintem nem léteznek. Melyik van előbb, melyik hátrébb, hát mert én dilemmában vagyok mindig, hogy melyik van rosszabb helyzetben. Ja. Jó, igen, értem, amit mondasz. Melyik a rosszabb, pszichológushoz járni, vagy jogára? Melyik a cikibb? Igen, vagy kinek mi? Vagy egy organikus, piros biopamut, vagy nem is tudom, egy felsőt, hogy jól érezni magad, és azt mondod, hogy most vagyok, akkor oké, és el tudok menni egy jó állás interjúra, és megfelelően tudok, nem is tudom, teljesíteni, mert ez a szín annyira, vagy ez az anyag annyira segít. Hát igen, ez is egy kicsit olyan, azért ez... Hát itt az van, hogy a mentális egészségnek szerintem más embereknél teljesen más eszközei vannak, és más az, amitől én jól érzem magam, és valaki más jól fogja magát érezni. Inkább csak ennek az egésznek a megítélése, hogy mennyire fontos az, hogy te hogy vagy most lelkileg. Sajnos szerintem itthon ez nincsen, tehát hogy szedd már össze magad, menjél és csináld. És közben ez nem így működik az embereknél. Vagy ha besöpröm a szőnyeg alá, akkor az fizikai oldalon fog megmutatkozni egy idő után. Hát vagy itt. Erre a beszélgetésre visszahívlak titeket még egy körre a mentális egészségről, de kicsit visszatérve a fenntarthatóságra és a business modellekre, a jogával kapcsolatban mondtál az előbb egy nagyon fontos dolgot, aminek a mentén szeretnélek titeket újra kérdezni. Azt mondtad, hogy azt adjuk, amihez értünk. És erről rögtön eszembe jut a legendás kerítésfestés. Amikor nagyvállalatok hiper-szuper képviselői, akiknek az elképesztő szaktudását nem tudják megfizetni, olyan kisvállalkozások például, akiknek szüksége volna rá, könyvelőtől jogászig, elmennek kerítést festeni. Azt hiszem, hogy ennek a kora leáldozóban van. És ti is így látjátok-e, és mit javasoltok olyanoknak, akik most néznek minket esetleg, és azon gondolkoznak, hogy ők hogyan tudnak a fenntarthatóságba, mint eszmeiségbe bekapcsolódni, olyannal, aminek értelme van, mert értenek hozzá.
Hát a társadalmi oldalon nagyon jó, hogy felhoztad ezt a kérdést, mert ott mindenképpen azt kell megvizsgálni szerintem, hogyha egy vállalkozás szeretne egy társadalmi célért tenni, vagy mondjuk együttműködni egy jótékonysági szervezettel, akik tesznek a társadalmi célért, akkor azt mindenképp valahogy úgy tegye, hogy előtte gondoljon bele, hogy annak etikailag milyen vonatkozásai lesznek. Tehát én sajnos sok olyat látok, hogy elmennek egy jótékonysági szervezethez, mondjuk akik gyerekeken segítenek, egy szegregátumba, vagy ilyesmi, és akkor egy olyan szituáció áll fent, hogy valaki, akinek van pénze és úgymond hatalma, az adományoz valakinek, akinek nincs. Egy csomószor sajnos mondjuk karácsonyi adományozás is ilyen tud lenni, hogy kicsit ilyen látszat tevékenységként azt mondjuk, hogy akkor most hát egy gyermekotthonba elküldünk egy ajándékot, mert ő azt szerette volna. Na most mi tartunk jogi egy gyermekotthonba, és voltam már karácsonykor gyermekotthonba, amikor azt se tudják, hogy kié, micsoda, és rászakadnak a gyerekekre ezen az egy napon az évben az ajándékok. És hogy inkább, ha már fenntarthatóságról beszélgetünk. Ha már, igen. És hogy inkább abba belegondolni valahogy, hogy mindenkinek van egy tudása, egy skillsetje, amivel segíteni tud, amit át tud adni. Lehet, hogy az nem a szegregátumban élő kisgyereknek lesz, hanem lehet, hogy annak a non-profit szervezetnek a vezetőivel fog tudni leülni és tanácsokat adni neki. Vagy egy komplex mentor folyamaton keresztül menni azzal a vezetővel. Vagy lehet, hogy pénzügyi szempontból segít, eszközökkel segít a non-profit szervezetnek. Ezekkel gyakorlatilag sokkal-sokkal többet segít, mint hogyha ő belemenne abba az egyébként is érzékeny kontextusba, ahol az a szervezet dolgozik, és úgymond, mint valaki, aki adományozó, bár lehet, hogy ez jobb érzés ő neki. Ez de... sajnos a kulcsa, igen. Igen, hogy az egót ebből ki tudja az ember kapcsolni, az empátia javára, hogy hogyan hatékony és hogyan etikus a segítség, amit nyújt. Zoli, mivel te vagy az, akinek az alaptevékenysége teljesen eltér azoktól a tevékenységektől, amelyeket non-profit módon végez, szemben a két Annával, hogyan alakított ki azt a stratégiát, hogy kinek, mit, milyen sorrendben, miért, milyen mértékben segítesz. Mondtam, hogy óriási a lista. Abszolút. Van ehhez tanácsadód? Kell-e ezt ugyanúgy tervezni, mint egy pénzügyi stratégiát? Kell-e tanulni, mint a HR-t, meg a marketingot? Honnan indultál, és hol tartasz most? Még azzal kezdeni, muszáj rácsatlakoznom az előre egy picit, hogy én a Lean-ből van egy folyamatfejlesztési módszertan, és a Toyota találta ki, és akkor Ford autókat így rakták össze, és nagyon sok cég használja egyébként. Tehát abban én soha el nem felejtem, hogy a lényeg hozzáadott érték. Tehát tudod-e, hogy mi a te hozzáadott értéked, és amikor meghallgattam a ti történeteteket, ezen gondolkoztam, mi a ti hozzáadott értéketek ehhez az egész folyamathoz. Az enyém az, mint vezető, az én hozzáadott értékem, hogy én 12 éve foglalkozunk ez a módszertannal, látom, hogy működik, kipróbáltuk, hogy nem működik, ötlet látom, mitől működik, veszteség, optimalizás, stb. Tehát a legtöbbet szerintem, amit a társadalomnak tudok segíteni, és ezt csinálom, és egyetemekre járok ezt bemutatni, szerintem több száz cég volt nálunk már ilyen iceberg-es túrán, hogy mi hogy csináljuk, hogy vegyék át ezt a módszertan, mert ezzel nem csak profitot fognak termelni, hanem egy csomó veszteséget kiszednek a rendszerből. Tehát kevesebb elrontott termék, kevesebb hulladék, kevesebb felhasznált nyersanyag, és szerintem ez a legnagyobb hozzáadott értékem, hogy kezdjék ezt a módszertan működtetni, mert akkor több pénzt fognak találni, és sokkal kevesebb felhasznált anyag fog a hulladékba menni. Mert a legtöbb gyártóüzemnél ez a legnagyobb veszteség, hogy a selejtek, stb. És az, hogy ebből, amikor végigmész ezen a folyamaton, egy nagyon fontos érték van, és a Lean-nek az alapelve az embertiszteletet. Ez teljesen hihetetlennek tűnik, tehát egy apám módszertan, minden könyv elején ez van, az embertisztelete. Mert rájöttek arra, ha nem tiszteled az embert, akkor semmi nem fog működni. Tehát lesznek folyamatábrák, grafikonok, KPI-ok, mindenki van színezve, minden szép zöld, csak a végén mégis baj van, mert valahogy nem marad pénz a rendszerben. És hogy az ember tisztelete az át kell hassa bármilyen típusú működésmódot. És én nagyon nyitott vagyok, mert anélkül nem lehet embereket tisztelni, nem akarom megismerni, nem vagyok rá ténylegesen kíváncsi, hogy mi van benne, miken gondolkodik. És ez a kettő így fog nekem össze, hogyha tisztelem, kíváncsi vagyok az ő egyéni sorsára, és innen jönnek ezek a kapcsolatok, amit kérdezel. Tehát, várjál, Zoli, túl szerény vagy, még mindig csak kerülgetjük a forró kását, és azt a listát gyerekkórházak támogatásától művészet támogatásig, amik nagyon konkrétak. Sajtónálat még a konkrétumokért. Jó, konkrétum. Tehát mondjuk a Bátor táborral már régóta együtt dolgozunk, akkor az autista alapítványt támogatunk, a Vakok Intézetében már 5
5 éve minden héten visszük a salátát. Most 20 percig fog beszélni. De azért nem akarom mindent elmondani, mert nem azért csinálom, tényleg nem azért csinálom, hogy ezt elmondhassam. De látom, azért húzom ki belőled, de a lényege az lenne nem a listának a felsorása, hanem hogy miért és hogyan. Mennyi munka. De mondjuk képzeld el, amikor eljön 10 vak kisgyerek, elhívtam őket üzemlátogatásra az Icebergbe, és akkor mindegy, hogy milyen vakok, mit fognak itt csinálni. És szépen egymás kezét fogták, körbevittük őket az üzemen, és utána leültünk velük beszélgetni arról, hogy milyen szagokat éreztek, milyen hangokat hallottak, valamilyen színeket, vagy valamiket láttak, azért nem mindenki teljesen van. És ebből ott volt a menedzsment egy jó pár tagja, és hihetetlen izgalmas beszélgetés alakult ki belőle. Tehát ez megint win-win. Abszolút. Akkor közben kiderült, hogy az egyik srácnak a, nem tudom, az Erdei Zsolt a ilyen mentora, aki egyébként horgászni szokott a Zsolttal. Tehát olyan kapcsolatok alakultak ki megint ebből az egy látogatásból, és én teljesen furának tűnt, hogy most mit keresnek a vak kisgyerekek a mi üzemünkbe. Amikor elhívnak engem mondjuk a karácsonyi koncertjére, és akkor meghallgatom a koncertet, egy csomó föltámogatják a gyerekeket, vagy fölmennek a színpadra, zongoráznak, fuvolajáznak, nem tudom micsoda, és ott ülök karácsonykor, és azt a békét. Sokszor ugye, hogy az a nap, annak a napnak a legbékésebb pillanata volt. És kérdés, hogy ezzel én mit kezdek, hogy ettől én miért hozok majd más döntést holnap. De én hiszek abban, hogy ez más döntések jönnek ilyen élmények hatására. De arra még nem válaszoltál, és aztán ugyanezt szeretném tőletek is kérdezni, hogy milyen stratégia mentén, milyen tervezéssel találod ki, hogy a büdzsémnek ekkora része van, semmi kaptam 40 levelet. Semmi stratégia. Annyira szerettem volna hallani. Mosolyka Fanni támogatása az úgy indult, hogy a Nemzeti Táncszínházat támogattuk, mert művészet, és egy picit néha van mögötte valami salát, hogy hát aki táncol, az nyilván szereti a salátát. Tehát azt gondolom, jógázik, az is salátát eszi. Hajlítod a teret kicsit a jótékonysággal. De tényleg így van, tehát tudom, hogy vannak olyan közösségek, tehát paja be a koncertet, tudom, hogy sokkal tök hajöntet fog elfogyni, mint mit tudom én, Ezer Szigetön. Tehát mert egyszerűen bizonyos közösségek, bizonyos kultúra és értékekhez abszolút illik a saláta. De nem ebből indulok ki, mert mondhatnám azt, hogy ezek úgyis salátát esznek, akkor pajabejából miért foglalkozom? Pontosan. Sem értem az egészet. Beszéljük egyenesen. Igen, abszolút. És mégis, tehát az ember, ha találok nagyon színes, kreatív egyéniséget, akit látom, hogy jó dolgokat akarnak véghez vinni, akkor egyszer nem bírom, hogy ne segítsünk. És a legnagyobb problémám nekem az, hogy túl sok ilyen projekt talál meg, mert hallották, én beszéltem róla, újságból olvasták, és akkor van még 28 éle szervezet. Na, itt tartunk. Itt vagyok kíváncsi. Hogy mondasz nemet? Így van. Hogy mondok nemet? Így van. Ezeket az embereket, mondjuk a Fruzsina, az In the House. Tehát a Fruzsinával kerülgetjük egymást, nagyon szimpatikus, amit csinál. Borsodban cigány gyerekeknek építő programokat, tehát Budapestről szaktanácsadók mennek, és ott oktatás van, tehát kibérelnek házakat, és ott mondjuk. És a Fruzsit egymás mellett ültünk egy Edison Platform rendezvényen. Te mit csinálsz, én mit csinálok, de hallottam róla, tök jó. Nem tudunk-e segíteni? Mondom, fie, Fruzsi, megyek le hozzád, megnézzük. Fogalmas is, és a Covid miatt, hogy elcsúszott a dolog. De azt mondom, hogy el akarok menni hozzá, mert én nem kerítést akarok festeni, és nem tudom, hogy pontosan neki mire van szüksége, ő meg nem tudja pontosan, hogy én miben tudok neki segíteni. Ez csak akkor fog kiderülni, hogyha elkezdünk beszélgetni, és lehet, hogy egy olyan dolgot találunk ki, ami sehol nem volt, és most nem akarok sokat beszélni, de az utolsót ezt el kell mondjam. Edison Platform mentor és mentorát összehoztak engem a kórház sulinak a ügyvezetőjével, Almás Simónival. És akkor gondolkoztam, mit tudok én neki segíteni, gyerekeket támogatnak, otthon vannak ilyen beteg időszakban, mit tudok én neki segíteni. És a végén az lett belőle, a beszélgetés végén, hogy rájöttem, hogy nálunk is az a probléma, hogy a dolgozók gyerekeit kellene tanítani, amikor hazamegy az iskolából, ugye bezárják mondjuk az óvodát, iskolát, ki fogja az általános gyereknek megtanítani a németet, ha nem tud a szülője németül. És felmértük a cégnél, tizenvalahány gyermek szülő mondta, hogy hú, az nagyon nagy segítség lenne. És a kórházsulisok oktatják az Icebergesek dolgozó gyerekeit. Bingo! És ezzel meg is érkeztünk. Kitalálta volna ezt ki. Ezt nem tudod kitalálni ezt a dolgot, ha nem töltesz egymással időt. Egyrészt, ha nem töltesz egymással időt, másrészt, hogyha nem gondolsz például a saját munkavállalóid jól létére, és az ő nekik nyújtható segítség spektrumára, amire sok vállalat vezetője nem gondol. De még mielőtt a munkavállalói jól létre átmennénk, ami az egyik fontos témánk, ugye három témát szeretnék veletek körbejárni, körbeszimatolni kicsit a munkavállalói jól létet, a jótékonyságot, a részvételt az
önkéntességet és a mikro-makro közösségekben való mozgás részvétel közti különbséget, hogy ugye globálisan gondolkodunk, de cselekedjünk lokálisan, mondja. Ez gyönyörűen az angol-magyarul fordítva nem olyan szép. De mielőtt tovább megyünk, még egy kicsit a tervezésről titeket is hadd kérdezzelek, hiszen benned is felmerült, hogy hogyan tervezed azzal a pénztárcával, azzal az év 365 nappal, azokkal a munkavállalókkal, erőforrással, bármit is értünk most erőforráson, azt, hogy hogyan tovább. Igen, nagyon sokszor az erőforrásban ugye legelőször a saját erőforrásunkat kell megvizsgálni, erőforrásainkat, ami egyrészt a mentális és fizikai. Most a varrásnál meg a tervezésnél azért van egy oldag fizikai erőforrás is, és aztán az anyagit. Az például nem skálázható. Nem igazán, és ráadásul hiába terveztem meg, hogy szerdán 16 órát tudok varni, áttérek, ott csináljuk azt is, nem tudom mi, nem mindig jön úgy össze. A minimum, amit megtehetek, hogy kommunikálom az illető felé, vagy aznap egy kicsit kevesebbet dolgozok, és a munkatársam lehet, hogy többet, de hogy lehet, hogy aznak nem úgy alakul, mert front van, és nem tudom végigvinni a dolgokat. Most igazából az egyik az az, hogy mi hogyan építjük fel a működésünket, például mert az egy óriási előny, hogy addig eljutottunk, hogy a mi partnereinkkel, a mi tervezők, cégek, magánemberek, mindenféle ember, meg tudjuk beszélni, hogy akkor van befejezve jó minőségben a munka, amikor befejeztük. Tehát, hogy megpróbáljuk természetesen határidőket mindig tartani, sőt korábbra szoktam belőni, és akkor mindig van egy puffer, de hogyha nem sikerül, vagy valami közbe jön, akkor inkább kommunikáljunk, mint egy rossz minőségi dolgot fejezzünk be. Ez talán az egyik. A másik, hogy nagyon sokszor, legalábbis a ruhák és a divat terén, főleg hát most ugye itt ülünk a Fashion Revolution hét közepén, amikor a világ arra figyel, vagy legalábbis erre is, hogy milyen divatipari problémák vannak, és hogy mi történt 2013-ban Bangladesben, és hol tartunk most, és akkor azt látjuk, hogy hát nagyon lassú ez a folyamat. De ez nem egy kudarc, ez nem egy probléma, ez az a méretéből, meg a jellegéből adódik. És hogy én is azt vettem észre magunkon, hogy nagyon sokszor arra reflektálni, hogy Kínában miért változott meg a pamutára bizonyos társadalmi rétegek munkaerő viszonyainak megváltozása miatt, itt most az ujgur embereknek a foglalkoztatására utalok, arra kicsit könnyebb reflektálni, mint átgondolni azt, hogy a kerületi nyugdíjasoknak miért nincs olyan pulóvere, amiben jó hangulatban le tudnak menni egy klubba, és ott végre megismerkednek egymással. Mm-hmm. Tehát, hogy valamiért ez nagyon, nagyon érdekes helyzet, és én azt hiszem, hogy erre lettem figyelmes, hogy itt talán van valamilyen minőségi változás, vagy például vizsgáljuk meg azt, hogy a legközelebbi partnereinknek mik ezek az apró problémái, amit apró lépésenként lehet megváltoztatni, és általában ilyen nagyon fárasztó, nem olyan szexis, nem olyan látványos, és hogy erről hogyan kommunikálunk, hogyan hozunk döntéseket erről, és ebben például, amit te is említettél, hogy kikkel vesszük körül magunkat, kikkel tudunk együtt dolgozni, az a számomra a legizgalmasabb, és én például abban mérem az idei működésünknek az előrelépését, vagy a sikereinket, hogy kik azok az emberek, akik most körülvesznek minket, velük milyen minőségben tudunk kommunikálni, és hogy közösen hogyan hozunk döntéseket arról, hogy ebből mennyit osztunk meg a közönséggel, mert rájöttünk, hogy igazából erre kíváncsiak az emberek. Arra is, hogy mi most szenvedünk ezzel, hogy éppen most nem jutottunk el addig a pontig, az nem egy kudarc, hanem rájönnek, hogy de jó, úristen, ő is elmondja, és lehet, hogy valaki ezért jön el hozzánk egy workshopra. Úgyhogy én ebből a szempontból gondolom sikeresnek mondjuk a jelenlegi álláspontunk. Olyan fontos, amit mondtál a globális, kontralokális gondolkodásról és cselekvésről, és ehhez nagyon kötődik az az idézet, amit én tőled begyűjtöttem, mert valahogy annyira éreztem, hogy ez szóba fog kerülni. Azt mondod, hogy az önkéntesség, ha az ember jól csinálja, nagyon szuper dolog, de ott Nepálban, ahol éppen voltál, megfogadtam magamnak, hogy csak akkor fogok újra önkénteskedni, ha nem egy meglévő közösségbe jövök be kívülről megmondani, hogy mi a tuti, és ha úgy érzem, hogy tényleg tudok adni, és nem csak én akarok kapni. Tehát itt is behozod az egót, mint egy olyan dolgot, amin túl kell látni ahhoz, hogy az ember ne a világot akarja megmenteni, hanem hallja, hogy a szomszédban sír valaki. A stratégiai tervezésről akartalak még téged is kérdezni, hogy ki ne maradja sorban. Ja, igen.
ez nálunk is nagyon központi kérdés, de szerintem egy picit más irányból közelítjük meg. Mi ugye ugyan társadalmi vállalkozás vagyunk, de alapítványi formában működünk, és nagyon sok másik alapítvánnyal és egyesülettel működünk együtt, hiszen ahhoz, hogy a jótékonysági óráinknak a célközönségét elérjük, ahhoz mindig egy szervezetet keresünk fel, aki mondjuk beteg gyerekekkel foglalkozik, vagy az ő szüleikkel foglalkozik, és így ezek mentén, a szinergiák mentén tudjuk a hatásunkat kifejteni, és hogy a stratégiai tervezés nálunk ott jön be, hogy egy csomószor találkozom azzal itthon, hogy non-profit szervezet. Hát akkor, mit tudom én, ők így pályázatra élnek, mennek, csinálgatják, aztán vagy lesz valami, vagy nem. De hogy... Tervezhetetlen életforma. Hát néha egyébként igen, de szerintem pont kellenek azok a szervezetek, akik azt mondják, hogy ezt abszolút lehet tervezetten, profin, stratégia alapján csinálni. És nem feltétlenül csak társadalmi vállalkozási formában, de a társadalmi vállalkozási forma egy szuper dolog arra, hogy ezt elkezdje az ember tudatosan kiépíteni, és egyre több non-profit szervezetet látok, akik elkezdenek bevételi lábat kiépíteni. Azt mondják, hogy ahhoz, hogy támogassuk azokat, akiket támogatni akarunk, lehet, hogy nekünk most el kell kezdenünk céges csapatépítőket tartani, vagy nekünk is, mit tudom én, fenntartható kis bevásárlózsákokat varni, és azokat árulni, stb. És lehet, hogy ez csak egy lába lesz annak a szervezetnek, de mindenképp egy fenntarthatóságra törekvő lépés. És nagyon elegánsan úgy mondják, hogy portfólió diverzifikálás. Vagy létezés. Vagy pedig létezés, igen, egy picit egyszerűbben. Túlélésre. Ez egyébként létezik for profit cégnél valószínűleg, hogy a társadalmi vállalkozás, mint forma, még gyerekcipőben jár Magyarországon, de mind a ketten az angol száz világban szocializálottunk, ott kikerülhetetlen. Tehát ott az ember minden nap beleütközik egy társadalmi vállalkozásba, ami isten ilyen hatékonyan működik, és általában csúcsvezetők lesznek a vezetőik a for-profit szektorból. Csúcsbankárok kerülnek egyszer csak alapítványok, vagy Wall Street-i pénzügyi vezetők társadalmi vállalkozások élére, olyan elismert ennek a formának a létezése. Ezt el tudod képzelni, Zoli? Igen, mert én sok ilyet látok, aki átmehetek mondjuk akár a Bátor tábornál, a profit szektorból volt, kiment, és az kérdés, hogy meddig csinálja, meddig van ebben a mondjuk, ne csak a Bátortábor, egy ilyen alapítványi rendszerben, és utána aztán megint próbálkozik esetleg máshol. De az egyértelmű, hogy a vonzása ennek van. Tehát az, hogy valami jót tenni, és tényleg adni valamit ilyen közösségeknek, ez az, ami feltölt. A mindennapi munka az meg azért, akár ha nagyon jól is csinálom, akkor is azért az le tudja az embernek az energiát vinni. És lehet látni, hogy hatalmas vonzása van, és én azt próbálom elérni, hogy ne kelljen ott hagyni ahhoz a cég vezetői pozíciómat, hogy közbest is tudjam csinálni. Mert elgondolkodtam én is rajta, hogy hú, de jó, ezt abba hagyom, és tulajdonképpen most már el tudunk lenni, nincsenek drága hobbijaim, tehát nem költöm el a pénzt. Úgyhogy igazából miért ne csináljam ezt? És én azt gondolom, hogy sokkal többet tudok így tenni vezetőként, mert jobb fórumokra idejátok jönni, több fórumon el tudom mondani a véleményem, tehát összességében nagyobb hatást tudok azzal generálni, hogy én így vagyok vállalatvezető, és nem hagyom ott, és nem megyek el egy alapítványba azt az egy dolgot csinálni. De hálás vagyok, hogy ezt elmondtad most, mert pont arra gondoltam, hogy a nézőink, akik kis- és középvállalkozások vezetői és képviselői azt fogják gondolni, hogy mi most nem is hozzájuk beszélünk, hiszen elkezdtünk a társadalmi vállalkozásokról beszélni, de nem. Tehát, hogy érdemes ott maradni, vagy nem csak, ahol vagy, mert azon a területen is tudsz úgy működni, olyan attitűdváltást, olyan akár menedzsment meggyőzést alkalmazni, amiben tudsz hasonlóképp működni. Igen, és van egy ilyen Carla Brotinak egy idézete, nem tudnám elmondani, de a lényeg az, amiben én változtam, hogy volt egy rokonom egyébként, aki ilyen hatalmas nagy szelektív gyűjtő, meg bio, meg tejet csinál, kefirből csinálja növényi kefét, a nem tudom micsoda, de közben időnként elmegy a Kanári-szigetekre nyaralni. És akkor úgy voltam vele, hogy ez nem oké, mert most akkor én szembesítsem azzal, hogy mennyi széndioxid lábnyoma volt az ő utazásának, és közben sokkal több kárt okoz a természetnek azzal, hogy egyszerre megy utazni, mint hogy mennyi teljes bögrét mosogat ki. És olvastam ennek a Carlának egy idézetét, a neten megtalálható, aminek az a lényege, hogy mindenki másra fogékony, tehát, és mindenkit köszönjük meg azt, amit csinál. Tehát ne azt mondjam, ne vágjam a fejéhez, hogy te most miért mentél repülővelem, tök jó elment repülővel, de köszönjem meg neki, hogy ő szelektíven szedi a szemetet. Másiknak köszönjem meg azt, hogy nem eszik ilyen húst, a harmadiknak ez, de hogy
mindenki minden nem tud egyszerre csinálni. És ezt kell elfogadni, és én egy cég életét is így látom egyébként, dolgozók, mindenek mások készségei, és azt kell felismerni, az ő készségét hol tudom használni. És azt kell felismerni, hogy ő neki miért van valamilyen nagyobb affinitása, hogy a ilyen ruhát hordjon, ezt az ételt tegye, és mindenkinek azt köszönjük meg, amit csinál. Egy picit még rácsatlakoznék, mert talán én vagyok leginkább KKV, mondjuk így, hogy talán a fenntarthatóság nálunk az is volt az elején egy döntést hozása, hogy sokan indítanak el kismárkákat itthon, mert mondjuk erre van lehetőségük, vagy ezt szeretnék, vagy az oktatás ezt emeli ki, és azt éreztük, hogy szeretnénk divattal foglalkozni, mert mi nem akarunk termékeket létrehozni, vagy egy újabb márkát, mit tudunk tenni, és akkor egy kicsi piackutatás során találtuk meg ezt a úgymond piacérést, és valószínűleg beletaláltunk, mert talán a létezésünk azt mutatja, hogy inkább szolgáltatásokat fogunk adni, és valahol a fogyasztó, a bloggerek, az újságírók és a márkák között teremtünk valamilyen kis kapcsolatot. És úgy néz ki, hogy ez bejött, mert egyre, ahogy elkezdtünk kommunikálni, egyre több információ és egyre több probléma került napvilágra, így tervezőktől is, hogy ők mennyire egyedül vannak tulajdonképpen, és mennyire nehezen érnek el ide vagy oda. És amit igen, és akkor tulajdonképpen először nem voltam benne biztos, hogy jó ez a forma, hogy egy ilyen picibe olyan bénának éreztem magam, hogy nem leszek cég, ez sem, az sem. És akkor, hogy utána olvastunk, kiderült, hogy Európában tulajdonképpen a divat és textilipari vállalkozások 90%-a így működik. És ez életszerű, ez fenntartható, és tulajdonképpen ne, hiába sírok sokáig azon, hogy pici vagyok, vagy milyen méretű, viszont olyan mértékű rugalmasságot tudok képviselni, amit lehet, hogy majd valahogyan be tudok csatornázni egy nagyobb cég, vagy egy alapítvány megsegítése, vagy egy partnerségbe. És akkor itt egy picit én is megnyugodtam, hogy ja, ó, akkor visszább az agarakkal. Emlékeztek erre a képre most a Suezi csatornában, hogy annak a hatalmas hajónak a tövében az a pici ízé ott kavernyázta ki az iszapot. Mi lett volna nélkül a pici eszköz nélkül a hatalmas hajó mellett? Igen, meg erre mondom egyébként, hogy nagyon sokan mondják, mekkora cég van, 3000 ember, és azt mondom, hogy 10 embert jól vezetni sokkal nagyobb büszkeség, mint 3000-et rosszul. Tehát ennyi meg annyi milliárdot rossz szemlélettel elérni, az nem egy nagy érték. Zoli, ezzel át is vezettél az utolsó fontos témánkhoz. Hogyan lehet 10 embert jól vezetni, ahelyett, hogy 3000-et rosszul? Mi a munkavállalói jólétesség? Ugye? Mik az alapjai, mik a pillérei, mikor van ez komolyan véve, nem csak kiírva a falra, mikor jön szívből, bár ez szerintem kevésbé fontos szempont, amit csinálsz, az a lényeg, nem mindig az, hogy miért. Hát ez nagyon röviden igyekszem egy hasonlattal szemléltetni. Amikor autóban jöttem, akkor jutott ez eszembe egyébként, hogy Horvátországban voltunk, és egy nagyon picike kis étterembe, és grillhalat kértünk. És kérdeztem a szakácsot, vagy a tulajdonos, hogy és milyen fűszert rak a halra. Azt mondta, friss a hal, akkor semmilyet. Amikor nem annyira friss, nem szokott ilyet csinálni, akkor kegyi rozmaringa, meg persze az olival, meg citrom az jó, de akkor lehet ezt azt rátenni. Kíváncsi vagyok, hova fogsz innen eljutni. Oda fogok kiukadni, hogy 2019-ben hatalmas nagy munkaerőhiány, és akkor elkezdtek a vezetők, hogy hogy kéne jó fejnek lenni, mert meg kéne tartani az embereket, de eddig nem jó fejként is meg tudták tartani, mert nem volt elég dolgozó, és hirtelen váltani kell. És ha nincs meg a bizalom, meg nincs meg az őszinteség, akkor jön mindenféle technika. Innen jön a hasonlat, hogy akkor rengeteg mindent ki lehet találni, meg csapatépítő. Nekem a legjobb csapatépítő a mindennapi munka. Mert föl lehet menni a hegyre, és már másnap összevesznek az emberek. A hegyen jól érezték magad, mert disznót vágtam, meg berúgtak. De nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy mindennapokat hogy kell, a vezetők milyen döntéseket hoznak, és ez alakítja ki a cég értékrendjét. Hogy a csoport vezető nálunk, hogy beszél a kollégájával, akkor tudjuk azt mondani, az ember tisztelete. Ha nem jól beszél, akkor hiába van kiírva a falra, meg a menedzsment ezt nagyon jól betartja, csak a valóság nem ez. Mindjárt megint kérném tőled a konkrét részleteket, igen. És te is, hiszen igen, azt mondtad, figyelek, hogy figyelsz, de egy picit addig nem hagyom, hogy csak a Zoli beszéljen, hadd térjek át rád egy pillanatra, Anna, hogy mi jut neked arról eszedbe, hogy munkavállalói jól lét, azon a szinten, abban a formában, amiben ti működtök. Hát igen, ezzel mi is nagyon sokat foglalkozunk, mint ugye mentális egészséggel törődő és azt építő társadalmi vállalkozás. Nálad nem is lehet a Schuster cipője, Lukas, ahogy mondod.
Hát igen, úgy, arról tényleg az, hogy kiégve mentális egészséggel kapcsolatos vállalkozást vezetni, az mindig... Én láttam ilyet pedig. Hát biztos, hogy van ilyen. Rossz cégér. Ezt nagyon gyakran elmondjuk a csapatunkkal, hogy ez nagyon ciki lenne, úgyhogy erre nagyon kell vigyázni. Amikor érezzük, hogy kicsit túl sok a munka, akkor mindig van egy ilyen kis szünet, amikor erre reflektálunk. De hát ugye eleve olyan dologgal foglalkozunk, ami az önreflexió, tudatosság, kikapcsolódás témakörben mozog, és hát erre próbáljuk mind a céges partnereinket, mind pedig a jótékonysági partnereinket bíztatni. Volt már olyan, hogy kaptuk, mint kritika kvázi ehhez a luxus témához visszatérve, hogy jaj, hát kinek van arra ideje, aki mit tudom én lakhatási problémákkal küzd, vagy mondjuk egy vezető, aki 3000 fős céget vezet, kinek van arra ideje, hogy becsukja a szemét és meditáljon, vagy hogy mit tudom én mozogjon, vagy ilyesmi, de hogy mi pont azt szeretnénk valahogy átvinni, hogy ez körülbelül a legfontosabb. Tehát, hogyha mi magunk nem vagyunk jól, akkor egyrészt nem fogunk tudni másoknak segíteni, nem fogunk tudni másokat vezetni, hogyha pedig egy nehéz élethelyzetben vagyunk, akkor nem fogjuk tudni elkezdeni megoldani a problémáinkat, hogyha úgy érezzük, hogy egy sötét verem mélyén ülünk éppen, és nincsen kiút. Úgyhogy abszolút központinak gondolom én is ezt a... Hát nálatok az alaptevékenység része. És nálatok? Talán leginkább a közösségi programoknál, mivel mi magunknak találkozunk, tehát tulajdonképpen egy kicsit ilyen rendszeren kívüli, vagy nem tudom, hogy te így érzed-e, de hogy én azt éreztem magam, én is nagyon nagyobb művészeti intézményeknél dolgoztam korábban, és mindig voltak nagy csapatok, vezetők, férfi vezetők, döntéshozók, és én akkor valamennyire ezt kiszolgáltam, és én ugye ebből léptem ki, úgymond, és akkor tulajdonképpen innentől kezdve magunknak kell döntéseket hoznunk, mi döntjük el, hogy mi a negyedéves stratégia, mikor van ötletstop, mennyit dolgozunk-e vasárnap ezentúl, vagy nem, stb. Ötletstop. Igen. Ezt a szót használtam. Ez az egyik központi működési jelenünk. Csodálatos. Ez egy ilyen innováció. Így hívjuk az ilyen dolgokat. Nagyon sokszor hívunk dolgokat innovációnak. Tehát van valakinek egy klassz ötlete vagy hozzászólása, és na ez az innováció. Tehát így skálázzuk kicsit. Az ötletstop az onnan jött, hogy gyakorlatilag állandóan tele vagyunk ötletekkel, és szerintem ezzel a hozzánk térő, vagy átlagos bármilyen ember így van, hogy nagyon sok ötlete van, nem tudja megvalósítani, írogatja, de nem nincs semmi vele. És tulajdonképpen ugye mi is erre, a működésünk is erre reagál, hogy mi a csinálás részével, és a csinálás csúnyán fogalmazva, a csinálás minőségével is foglalkozunk. És a tervezők is ezzel küzdenek nagyon sokszor, hogy gondolkoznak, dolgoznak, terveznek, és a csinálás minősége között ott van egy akkora ugrás, vagy ne adj Isten, még ipar sincs rá, hogy nem jön ki az ötlet. És a végén nem tud boldog lenni, ez nem egy fenntartható dolog, hogy van egy csomó ötletünk, és abból nem próbáljuk ki. Ruha a fiókban, papíron. Igen. És mi állandóan csináljuk, ez koszos, ez egy csomó dologgal jár, elfáradunk tőle, sebes lesz a kezünk, stb. De az ötletstop az annyi volt a lényege, hogy volt egyébként ténylegesen egy fél év, amikor semmilyen új ötletet nem lehetett behozni, mert túl sok volt. Azt ki akartuk futtatni, és utána tisztítottuk le a profilt. Egyébként ez viszonylag jól működött. És most meg az ötletstop az úgy működik, hogy ha valaki behoz egy ötletet, annak projektmenedzselnie is kell. Tehát nagyon szép, meghallgatjuk, és örülünk neki. De megvalósítható-e? De akkor viszont neki ezt a fajta felelősséget is válnia kell. Tulajdonképpen bárki hozhat, tehát ebben a formában bárki bedobhat egy projektet, vagy ötletet. Mi úgy hívjuk a műhelyünket, hogy safe place, tehát nem nagyon szoktuk lehúrogni egymás ötleteit. Biztonságos akkor, hely. Így van, abszolút ilyen szempontból, és ebben nem nagyon engedünk be semmit. Tehát ami egymásnak vagy másnak a leszólása vagy lehúzása, az nem fér bele. Szuper az ötleted, és akkor mi támogatjuk, és akkor a kivitelezésnél majd kipróbálhatod, hogy mi lesz belőle. És Zoli, a végén azért térnék hozzád vissza, főleg a nézőink kedvéért inspirációul, akik ezerféle iparágból érkeztek most ide hozzánk ezt a webben megnézni, mert ha felmerülne bárkiben az, hogy oké, de ti egy gondolat, egy eszme köré szerveztetek csapatot, az már eleve ad egy olyan összetartást, egy olyan horizontális viszonyt, egy olyan műhely hangulatot, ami a munkavállalói jólétben eleve egy közösség koherenciáját feltételezi. De mi van egy gyárral? Mi van ott, ahol a portástól, a szeletelőn keresztül, a kamionsofőrig, ezerféle munkakörben nem feltétlenül közvetlen személyes
viszonyban, nem feltétlenül szellemi közösségként, hanem egy kemény struktúrában, hierarchiaként kell működni. Ott hogyan figyel empátiával a munkavállalóinak a legkisebb jelentős rezdülését is megértve egy jó vezető? Ha egyáltalán szükség van a munkavállalója legkisebb jelentős rezdülését is észrevenni. Visszatérek megint az alapokhoz, a Lean alapja az embertisztelete. Hogy tud ezt megvalósítani mindennapokban? Adjál konkrét példát. Konkrét példa. Rengeteget tudok mondani. Nézzük a gyárat. Az a baj, soha nem lesz vége, de rengeteg. A lényeg, mondjuk 250 dolgozó, fizikai dolgozók. És egy konkrét példa, hogy mondjuk csináltunk most decemberben egy elkötelezettségi felmérést, teljesen anonim módon, és az jött ki, hogy a dolgozók 83% arra a kérdésre, hogy van értelme a munkámnak, ez 83% azt mondta, hogy igen. És ez úgy képzeld, hogy élvezd a munkát úgy, hogy egy csomó fizikai egész nap torzsázza a salátát, szedi le a nem tudom, koszos leveleket, mossa, centrifugálza, stb. Egy fizikai nehéz munka, és erre azt mondták, hogy igen, van értelme a munkának. És ez az abból jön, hogy ki a legfontosabb ember a cégnél, a portás, mert nem enged be senkit, akkor nem indul el az üzem. Tehát, hogy kb. Ez a szemlélettel indulunk, hogy nincs olyan, hogy melyik rész legfontosabb, mert bármelyik rész kiesik a rendszerből, és ezt te hogy tudod megmutatni? Ezt úgy tudod megmutatni, hogy mondjuk a irodai csapat nem budapesti, nem tudom milyen csilivili irodában van, a melós meg a üzemben, hanem minden együtt van. És ez például egy abszolút fontos elem nálunk, hogy soha nem lehet a cég, soha nem lehet az iroda máshol, mint a termelőüzem mellett, konkrétan abban az épületben kell legyen. Abban a pillanatban, hogy elindul az irodai csapat, szépen felöltözik, és bemegy a budapesti központba, issza a kapucsinóját, a melósok meg dolgoznak, onnan valami elkezd elromlani. És hogy ezt nagyon sok ilyen konkrét eleme van, tehát Lean-nek rengeteg ilyen eleme van, most az még egy ötletlád, legegyszerűbb. Ötletláda bárkinek lehet, nem? Tehát kiszúrod a falra, bedobja ötletét, elpontozzátok, pénzt kap érte, milyen jó. A magyarországi cégeknek döntő részénél nincs, és ahol van, nem működik. Ezt én konkrétan tudom ilyen Lean szakértőktől. Miért? Azért nem működik, mert úgy gondolják, hogy valaki megkapja a pupnak a háta közepére, tehát még egy műszakvezető, jó, akkor ki legyen az ötletláda felül, akkor Anna legyél te, jó, tök jó, de tele vagy munkával, a dolgozókat felturbózzák, bedobnak egy csomó mindent, az oda kerül hozzád, és akkor nézegeted, de nincs rá időd, azt mondják, hogy cseréljük le a világítást, mert nem elég erős a fény. És akkor oda mész a technikushoz, a technikusnak rengeteg baj van, pont most a világítást cserélje le, de akkor most ne induljon el a kád, meg ne javítsa meg a csomagológépet. És szép lassan elhalnak a dolgok, és semmilyen válasz nem érkezik, és a dolgozó látja, hogy bedobta, nincs válasz, és nem dob be többet. És akkor azt mondják, megkérdezzük a dolgozókat, mindent elmondtak, nincs ötlet, túl vagyunk rajta. Na, minden évben 250 ötlet össze szokott jönni, már évek óta. Ez azt jelenti, hogy egy kollega egy 250 fős cégnél a munkaidejének a 40%-a csak ez. Tehát ötletláda felelős ember, akinek egy fél ideje ezzel megy el, hogy a bedobott ötletet kiteszi a falra. És akkor ha ő kézzel a dolgozó beírja, mi van, ha nem jó a helyesírása? Nem dob be ötletet, mert fél, hogy kiröhögik, hogy elipszilonos helyet pontosével írt. Van valaki, aki ezeket szépen begépeli, és kiteszi a falra tök transzparensen. Ki mit dobott be, milyen ötlete van, milyen fázisba tart az ötlet, elfogadtuk, megvalósítjuk, nem valósítjuk, megköszönjük, stb. Tehát van egy teljesen transzparens működés, és egy héten belül választ kapnak a kérdés az ötleteikre, hogy mi fog ezzel történni. És mindig látja a saját ötletét, hogy milyen fázisban van. Tehát ha egy struktúrát kiépítesz rá, akkor elkezd működni. És általában a legtöbb cégnek egyszer nem hiszi el, hogy a dolgozói ötletben ennyi pénz van. Ezt nem hiszi el. Én meg tudom, hogy ennyi pénz van benne, mert látjuk, hogy lehet, hogy minden tizedik ötletből lesz valami, de milliókat spórolunk azzal, hogy mondjuk egyet nagy konkrét ötletet. A dolgozók korábban mindig volt egy ilyen cérnakesztyű, meg egy gumikesztyű, mikor mennek be a mosóba. És ezt mindig kidobták. És a takarítónő bedobta 8 évvel ezelőtt, hogy miért nem gyűjtjük külön a cérnakesztyűt, mert azt ki lehetne mosatni a munkaruhákkal együtt. És akkor ott álltunk, hogy hát ez tök logikus végül is, egy mosatás 11 forint, egy cérnakesztyű 65, abban az évben másfél millió forintot kerestünk csak azzal, hogy egy 15 ezer forintos műanyag edényt kiratunk, hogy ide dobjátok be a kesztyűt. Elviszi a mosoda, takarítónő. De akkor voltunk 80-an, most meg vagyunk 250-en. Tehát ez éves szinten 3-4-5 millió forintos tétel, csak az, hogy a takarítónő bedobta ezt, hogy akkor mosassuk ki a célnak ezt. És meghallgatásra talált. Vagy az, hogy a kuka, a takarítónő megint csak szedje a kutyát, és mindig kiszakad az acskó. Tegyünk be vastagabb acskót. Ez a legtöbb cégnél nem történik meg. A takarítónő ideges és káromkodik, hogy még erre is sajnálják a pénzt.
A főnöke meg nem tudja, hogy vékony az acskó, mert nem ő szedek ki a kukából az acskót. De ilyenből tényleg a gyertek el üzemlátogatásra, az elmúlt éveknek a nem tudom, 1000 ötletét meg tudom nektek mutatni, egyesével konkrétum, hogy milyen ötletek jöttek be, mit csináltunk vele, fantasztikus. Ezek olyan példák voltak most, amiben a tisztelet, a másiknak a megtisztelése és az ötletének a következménye, cselekvésre találása, az hozott a cégnek. Hadd kérdezzek még mindhármatoktól záró kérdésként a pandémiával, ezzel az iszonyú évvel kapcsolatban ugyanerre. Ha valamikor igényelt igazán empátiát, türelmet, új ötletet, adaptációt, időszak, főleg vezetőktől, az ez az év volt, akár a cég kárára, akár olyan áldozatokat, anyagi áldozatokat követelvén, amivel nem spórol 2-3 milliót, hanem veszít. Mik voltak a legfontosabb döntések, amiket a társaitok, munkavállalóitok, alkalmazottaitok, kollégáitok kedvéért ebben az évben meghoztatok? Hadd kezdjem most veled. Hát mi ugye egy szolgáltatással foglalkozunk, ezt értékesítjük, és ezt is adjuk ugye jótékonysági alapon a jótékonysági csoportjainknak, amit nekünk most teljesen úgy, ahogy van, innoválnunk kellett, az online térbe kellett helyezni. És az elején ez egy nehéz döntés volt, egy nehéz folyamat volt, tehát azután is, hogy meghoztuk azt a döntést, hogy ugyan nem pont ugyanúgy fogunk beleállni, hogy az összes joga stúdió, de bele fogunk állni az online működésbe, és aztán azt a folyamatot végigvinni, hogy mindenkinek friss volt ez a kihívás, ugye szükségük volt, én nekem is, mindenünknek szükségünk volt extra támogatásra, technika tesztelésre, mert csak az, hogy lehet, hogy a munkámnak egy része hirtelen az lett, hogy a Zoom előtt ültem, és mondtam, hogy és most nyom meg azt, szuper, nagyon jó, és együtt teszteltük, hogy most benne van a karom, most benne van a lábam. De hogy ezek olyan kis momentumok voltak, amikkel egymást tudtuk támogatni, és szerintem nagyon sokat jelentettek. Aztán persze az a döntés, amikor már elhúzódik egy ilyen helyzet, mint ahogy ez most ugye hihetetlenül elhúzódik, hogy az, amit felépítettünk az online térbe, azt hogyan fogjuk majd továbbvinni akkor, amikor nem csak az online tér lesz. Itt is egy ilyen tök fontos stratégiai döntést kellett hozni, hogy ezt nem, amit építettünk, nem akarjuk hátrahagyni. Vinni fogjuk magunkkal, és képesek leszünk, vagy meg fogunk próbálni nyitottnak lenni arra, hogy amikor újranyitás van, akkor megint újra feltaláljuk magunkat, és meg fogjuk próbálni kitalálni, hogy hogy működünk mi úgy, hogy offline is, és online is. És nem borult meg a modelletek, amelyben egy nagyon érzékeny egyensúly az, hogy legyen, akinek eladtok ahhoz, hogy legyen, akinek adtok most, amikor valószínűleg kevesebben voltak, akik igénybe vették pénzért, és sokszorosa lett az, akinek szüksége van rá. Hát igen, ezek nehéz dolgok, egy csomó csoportot sajnos nem tudunk most se elérni, mert gyerekeknek online jogát tartani például nagyon nehéz, főleg, hogyha azok a gyerekek hátrányból induló közegekben élnek, mondjuk egy gyermekotthonban, és egyszerűen nincs az a technikai eszköz, amikkel őket el tudjuk érni, de itt is megpróbáltuk átfordítani arra, hogy akkor rövid joga videókat csináltunk, és akkor, mit tudom én, napi egyszer meg tudták nézni azokat a rövid kis becsekkolásokat, és ugye ismerték az oktatót, tehát ott volt ugyanaz a kapcsolódás. Vagy és a pedig... céges igény? Hát igen, a céges is. Nem, hát az hullámzott, inkább azt mondanám. Tehát az elején, amikor minden online program szuper jól működött még, akkor volt egy ilyen elég magas csúcspont, és aztán... Nagy lett a zaj. Hát igen, meg szerintem az emberek kicsit belefáradtak már az online világba. De ez olyan, hogy nekünk amellett kell kiállni, hogy erre szükség van, és ezt és mindenkinek szüksége van a mentális egészségért tett pillanatokra és órákra a napjából. Úgyhogy... Először szükség, és a többi erre épül. Anna? Mi is az elején megpróbáltunk egy picit rácsatlakozni erre a digitális tartalomgyártásra, és egészen őszintén egy ponton bevallottuk magunknak, hogy vagy nem eléggé érdekel minket, vagy nem fogjuk azt a minőséget elérni, amit szeretnénk, úgyhogy ezt egy ponton félreraktuk, és inkább a kivitelezésekre fókuszáltunk. Tulajdonképpen volt ott is mit fejlődnünk, és hát nyilván hiányoztak a közösségi művészeti programok, de folyamatosan azzal foglalkozni, hogy az mi hiányzik, az elvonja a figyelmet a többiről. Tehát, hogy lényegében ez volt, hogy egy valamelyik lábunkat kicsit elővettük, és megizmosítottuk. És tulajdonképpen ami még a másik egy fontos döntés volt talán, hogy amikor egészen voltak azért nekünk is nehezebb
vagy vannak hónapok, és a kommunikációnk az viszont megpróbáltuk abszolút ilyen proaktívan tartani és folyamatosan, és tulajdonképpen rájöttünk, hogy egészen egyszerű folyamatainkról egészen sok tartalmunk van, amiről keveset kommunikáltunk, és nagyon érdekli az embereket. Nem kell nagyon messze mennünk, és azt is tudjuk kommunikálni, erről egyébként nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, tehát ez a folyamatos kapcsolat az online tér és a fizikai munkánk között, ami nagyon sokszor nagyon elszeparált volt a normálishoz képest, az így kicsit aktívabb lett. A másik pedig az, hogy azokban az időkben is, amikor hát mindegyiknek kevesebb lelki ereje vagy pénze volt éppen, tudtunk azért pluszban vállalni jótékonysági tevékenységeket. Hogy továbbra is. Igen, hogy csak egyszerű példát mondjak, maszkokat varni, vagy oktató anyagokat készíteni erről, és nagyon pozitív fogadtatásra lehet. Egyrészt jó volt nekünk is mentálisan adni, még ebben a helyzetben is, illetve volt, aki ezért talált meg minket munkával, mert látta, hogy most is működünk, tudta, hogy működünk csendben, máshogyan, mint szoktuk, kevesebb szuper menő dologgal, de ott vagyunk. És ez a tudat is, hogy ott vagyunk, és számíthatnak ránk, és nem szűnünk meg, pici vállalkozás, de vagyunk. Elképesztő mennyiségű segítséget kaptunk, támogatást ebben, és mai napig érzem, hogy vannak olyan megrendeléseink, amik nem azt mondom, hogy mondva csináltak, de tulajdonképpen azért jönnek hozzánk, hogy kommunikálhassanak, hogy elmondhassák, hogy mit szeretnének, és tudják, hogy ezzel minket is támogatnak. És csodálatos ez a helyzet, úgyhogy így tényleg csak megköszönhetjük, és tulajdonképpen önmagában az, hogy most is működünk kis vállalkozásként, és ugyanazt csináljuk, és mikor megkérdezik, hogy működtök, azt mondjuk, hogy persze, itt vagyunk, gyertek nyugodtan. Szerintem ez amit mi tudtunk, amit most tudunk adni. Zoli, megint pár nagyon-nagyon konkrét példával, mint ahogyan nagyon a szemetest és a kesztyűt már sosem fogjuk elfelejteni. Szerintem ez a koronavírus időszak még erősebbé tette a közösségünket, ez teljesen biztos, két dolognak köszönhető. Egyik az, hogy az emberek annyira bizonytalanságban voltak, hogy a híreket nézi, ki mit mond, mi lesz ebből, meghal, nem hal, milyen oltás kell, és ebben mi nagyon beleálltunk. És van egy ilyen chatbot, Viber-es kommunikációs rendszer, tehát a dolgozók minden nap kapnak információt tőlünk valamiről. Mi van történik, átépítés van, így gyertek be, ott gyertek be, tegnap előtt küldtem ki egyet a oltásokról, és én nem tudom a tutit leírt, én nem vagyok egy infektológus, azt el tudom mondani, hogy mi milyen elveket támogatunk, és nagyon köszönöm, hogy nem oszlott a közösség szét az oltáspártiakra és az oltás ellenesekre, és hogyha így működne a parlament, akkor nagyon Magyarország tök jó hely lenne. De érted, de ilyen kis üzenetekkel, hogy nem kell azt mondjam, hogy én mit tanácsolok, vagy mit nem tanácsolok, hanem igyekszem támpontot adni ebben a nagyon szétszedett világba, hogy rengeteg információ ér őket. És mondjuk, amikor az volt, hogy előző években, hogy hallották, hogy ennél a cégnél még többet fizetnek, stb., mi történt nálunk? Ugye megjött a koronavírus, 35% mínusz a forgalomban, április-májusban, tehát egy nagy visszaesés, és azt mondta, hogy mindenkit megtartunk. És mindenkinek, az irodaiaknak, mindenkinek csökkentettük 10%-kal a fizetését azokban a hónapokban. Álljunk meg egy pillanatra. Mindenkinek egyformán? Mindenkinek egyformán. A menedzsment a bónuszát leszettük, a többieknek a havi 10%, de mindenkinek, tehát 200 dolgozó, mínusz 10%. És azt mondtuk, hogy elküldhetnénk most 25 embert, 25 egyszerű dolgozót, mert úgyis annyi munkanélkül lesz, hogy bőven be tudjuk őket szedni, de mi nem tesszük, velük értük el ezeket a sikereket, és megtartjuk őket. És szeptemberben nem is tudtak róla, mert utána helyreállt a forgalom júliusban, augusztusban, szeptemberben, nem lett egy szuper évünk, tehát jóval rosszabb, mint az előző évek, de kigazdálkodható év volt, és nagyjából 2% profittal végeztük, ami mondjuk ahhoz képest nem egy rossz arány, hogy egy ekkora vírus közepén voltunk, de nagyon minimális. És szeptemberben úgy visszafizettük a dolgozóknak a visszavont pénzt, minden, nem is tudtak róla. Átutaltuk a levont pénzeket, 3 hónapon keresztül levont pénz egyszerre visszakapta mindenki, hogy köszönjük. És tudják, hogy ha ilyen van legközelebb, és baj van, a megtartás érdekében teszünk ilyen lépéseket, de tudják, hogy nem azért, hogy nőjön a svájci bankárnak, vagy akárkinek a vastagabb szivar tudjon szívni, hanem arra van szükség, hogy fenntartható legyen a közösség. És vannak olyan helyzetek, amikor a saját létünk fenntarthatósága miatt ilyen drasztikus lépéseket meg kell hozni, de mivel tudják, hogy bíznak bennünk, hogy ezt vissza is adtuk, amikor ők nem kérték. Tehát erről már mindenki lemondott, hogy hát ez most ebben már nem lesz semmi. És azt mondom, nem, tök fontos, hogy fizessük vissza, mert így vagyunk korrektek. És én azt mondom, ez a bizalomépítés. Tehát amikor a hiteles vezetőkről beszélünk, és nem, hogy én vagyok a hiteles vezető, de ez a hiteles vezetési stílus, ebben hiszek, hogy onnan, amikor azt mondom, hogy mit csinálja az oltással, azt is el fogja hinni.
Tényleg. Tehát, hogy akkor hisz neked, ha ilyen dolgokban megtapasztalja azt, hogy bízhat benned. Tehát az, szerintem az a koronavírus időszak arra egy nagyon jó volt a cégek életében, hogy kiderült, hogy bízunk a munkavállalók, home office. Én üldözöm őket, hogy most kutyát sétáltat, vagy biciklizik, vagy dolgozik? Nem, mert tudom, hogy szereti a munkáját. Az volt a nagyobb probléma, hogy egyfolytában be akartak jönni, és hogy lehet otthon tartani a dolgozókat. Túlságosan sokan akartak bejönni az irodába. Érted, aki szereti a munkáját, meg békén hagyják, jó a közösség, azonnal nem mennek el, és szeretnek bejárni. Ilyen egyszerű. A világnak azt tud segíteni, aki segíteni tud magán, és megtanulja magát szeretni, és mentálisan jól lenni, és fizikailag jól lenni, és szeretni a kollégáit valóban. Azt hiszem, hogy itt tenném ki a pontot ennél a példánál, ennél a 10%-nak a visszaadásánál, mert ez nagyon-nagyon fontos volt, és nagyon tanulságos. Köszönöm szépen mind a hármatoknak, hogy itt voltatok, és a nézőknek is a figyelmet az egész sorozatban. Nagyon-nagyon élveztem. Ja, és még egyszer elmondom, nagyon fontos, hogy aki úgy érezte a beszélgetésünk alapján, hogy a saját munkája nagyon rezonál egyik témára vagy a másikra, hogy van egy olyan ötlete, álma, amit szeretne megvalósítani, és szüksége lenne hozzá segítségre, az éljen ezzel a lehetőséggel, az Enterprise pályázattal. Minden info a Generali oldalon, a pályázati időszak április 22, május 12, az eredményhirdetés pedig május 31-e is. Nem csak az a fontos, hogy a cég mennyire támogatja egy adott kategóriában azt a fenntarthatósági célt vagy ötletet, hanem az, hogy azt meg is tudja valósítani, hogy az egy ötlete, vagy egy valóban működő projekt. Ezt se felejtsék el. Sok sikert mindenkinek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a vendégeknek, hogy itt voltak, önöknek pedig a figyelmet. A kis- és középvállalkozások meghatározóak Európában. A KKV-k adják az unióban működő vállalkozások 99%-át, a versenyszférában dolgozók 2/3-át foglalkoztatják, és 56%-ban járulnak hozzá az európai vállalkozások által megtermelt értékhez. Ez azt jelenti, hogy a KKV-szektor pozitív hatást tud gyakorolni a reálgazdaság és a közösségek jövőjére, és ennek érdekében a hosszú távon fenntartható fejlődésre. A fenntarthatóság mindannyiunk lehetősége. Hogyan növelheti a KKV-szektor sikerességét is? A fenntartható üzleti modellek alkalmazása segít a szektor szereplőinek egy válsághelyzetből való gyorsabb kilábalásban. A témában végzett folyamatos kutatások igazolják az összefüggést a KKV-k fenntartható működése és gazdasági teljesítményük között. 2021-ben, a Generali 190 éves jubileumi évében élethosszig tartó partnerként a fenntarthatóság kultúráját kívánjuk erősíteni az európai KKV-szektorban. A KKV fenntarthatósági program célja, hogy segítsük a legjobb fenntartható gyakorlatok megvalósítását az alábbi három kategóriában. A munkavállalók és családtagjaik jólétének erősítése. Részvétel olyan környezetvédelmi célok megvalósításában, mint üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, vagy a körkörös gazdaság erősítése. Kezdeményezések, melyek pozitív hatással vannak a közösségekre és a településekre. További információk a program dedikált oldalán találhatók generalielőrelátók.hu.